Jó napot kívánok, dr. Steiner Péter vagyok, a vendégem pedig Radics Péter. Radics Péter a YouTube-on tevékenykedik és fasságokat tölt fel a YouTube-ra, ezért gondoltuk, hogy meghívjuk vendégül, ugyanis szerintünk pszichiátriai problémái vannak. Ja, van egy kis gáb, az doktor úr, vagy doktornő, bocsánat, nem tudom. Péter, mi a problémája, inkább azt mondjál? Valóban nagy gondjaim vannak, doktornő. Doktor úr. Bocsánat, doktor úr, kicsit zavarban vagyok, megmondom őszintén. A kamerák miatt ne legyen zavarban, Péter. Ez csak nekem kell, senki sem fogja látni rajtam kívül. Vannak nagyon rossz álmaim. Idiótákat látok állandóan. El tudnám mesélni az egyik ilyen álmát? Persze, az egész egy erdőben kezdődik, ahol sétálgatunk. Mi jár közben a fejében? Hát az élet dolgain szoktam agyalni, hogy például, hogyha csikizik a seggem, akkor miért röhögök fel önkéntelenül? Péter, vegye komolyan, legyen kedves. Jó van, baszki, tényleg ilyeneken szoktam, már most mi van? Tehát sétálgat az erdőben. Aztán? De olyan érzés fog el, mintha valaki figyelne engem. És azt tudja, hogy ki az? Péter, rákos kutyaképű hollókutya. Nem lopott, alig használt zsírúj, 6 éve lejárt helyjárat bérlet 25 000 közhálló, értek? Nem. Hát pedig meg fogod venni, te hollókutya. NEM! Ricardo mindig elkap. És a bérlettel mi lesz? Hát... Éha, ugye milyen jó üzlet volt, testvére? Ja, de mint hogyha 25 000-et mondtál volna, nem 87 000. Éj, te mit vádolsz? Te mitve 127 000-et mondtam, úgyhogy perkáljál még? Mondja csak, Péter, mivel foglalkozik pontosan a YouTube-on? Hát én ilyen szinkron paródiákat csinálok meg, idiótákat keresek, tudja? Milyen idiótákat keres pontosan? Mutatok önnek egy példát, doktornő. Doktor úr. Ó, bocsánat, persze. Attól tartok, megszállt az ördög. Basszus, mondogattad már pár napja, most akkor tényleg? Ja, most már kajak. Mesélj, mit látsz? Hát nem tudom igazából semmit, csak piros lávákat, meg ilyen kecskeformájú embereket. Beszélnek is hozzád? Ja, hogy fizess be a UPC-t. Na jó van, én meg azt hittem, hogy komoly. Ne neves már ki, ez most komoly, pontos jével, bazd meg. Jó van, barátom, mennyi szívjál még abban, amitől ezt láttad? Nem drogozok. 3 hónapja nem fizettem be, most Vodamobilnetet használok, mert kikötötték a UPC-t, mert nem fizettem. És gondolod, hogy a felsőbb hatalmak beszóltak, hogy fizessék? Anya most megy befizetni a diákmelós pénzzel, amiből cipőt akartam venni, nem akarok gondot az ördöggel. Jól van, aludj még egy kicsit. Hallod? Ne levessél már ki, kajakkecskék mondták, hogy fizessek. Nem értem, miért nem vagy képes elhinni, amit mondok. Mert ilyen nincs azért, vagy beszívtál, vagy az agyadra mentek a számlák. Kussa inkább. Megidézem ide a barátomat, ha nem gond, Radics Peti. Ő ki? Egy specialista, ő kifejezetten ezzel foglalkozik. Igen, igen, köszönöm, hogy ide hívtál, ahogy látom, itt nagyon komoly helyzetek vannak. Igen, Peti barátom, kérlek segíts nekünk úgy, ahogy szoktál. Már is intézkedem. István, milyen jeleket véltél még felfedezni? 2 napja nem tudom lehúzni a redőnyt. Az durva. Más egyéb... Tegnap minden ok nélkül kiégett a villanykörte a Spice-ba. Igen, igen, ez egyértelműen külső hatalmak jelenlétét bizonyítja. Na látod, Szűcs? Mondtam neked, hogy megszállt a gonosz. Igen, nem is gondoltam volna, bocsáss meg, hogy nem hittem neked. Meg volt olyan is, hogy a zuhanyzóban a meleg víz hirtelen hidegre váltott. Na... Hát ez durva, nem gondoltam arra, hogy ennyire komoly. Szüleidnek elmesélted a történteket? Nem, mert a múltkor is lehülyéztek, amikor azt mondtam, hogy a tévé egy pokolkapu, ráadásul pont akkor jött haza anya a pszichiátriáról. Igazad van, inkább tarts magadban. Hamarosan segítek rajtad egy videóban, küldök neked a nézőimmel együtt sok-sok pozitív energiát, hogy előzzük a gonosztól. Köszönöm, doktor úr, már ideje lesz, ellipszilonos jével, bazd meg! És Péter maga ezt hogy kezeli? Hát ilyen esetekben a kötéllel nyugtatom magam. Tehát magának öngyilkos gondolatai vannak? Ja, nem, azt mondom, hogy öngyilkos gondolataim vannak, csak amikor arra gondolok, hogy a pokolban rohadok, elmosolyodok, de ez nyilván nem akkora probléma, nem? De, Péter, kurva nagy probléma. Jó van. És akkor most mi van? Most még semmi, egyelőre meséljen csak tovább. A tesi tanár egy csícska faszopó, legközelebb beszó, biztos megfejelem. A Béla bája valami szokott geciskedni, múltkor kidobó helyett medicinlabdát kellett emelgetni. Az egy csícska geci, megfejelem egyszer, azt tuti. Mi a problémája, Kovács? Elfelejtette, hogy ismerősnek jelölt? Nem magáról volt szó, tanárról, a másik tesi tanárról. Holnap reggel 3 kör futás, Kovács! Ne csináljon már, tanár úr, tényleg nem magáról volt szó, hanem a volt tesi tanáromról. Ja, a lányát öregint dugtam még tavaly előtt. Hülye, ne érjétek, a barom, hát itt van. Baszki, hogy kell törölni? Hogy mondta, Szabu? A volt tesi tanárom lányát dugtam, tanár úr, kaja. Micsoda véletlen, hogy az ő lányát is Reginának hívják, nem igaz, Szabu? Felettém érdekes, tanár úr, nagyon kicsi a világ, én magam csodálkozom ezen a legjobban. 10 körre futással kezdik a holnap reggelt Kovácssal. De nem áll, baszki, kajat nem dugtam meg a lányát, hallja? Ne legyen már ilyen bány! 15 kör futás, Szabu! Baszki, ha tudná, hogy én is dugtam a lányát? Baszki, ez nem privát, hogy kell törölni? Kovács! Holnap reggel az igazgató irodában találkozunk. Akkor nem kell futni, tanár úr? De, méghozzá 30 kört, Kovács! Idióták, köszönöm, hogy beégettetek. Hú, kísértetés, ahogy teszem a másik test tanárom lányára, nem mondták? Jaj, kajakra tök olyan, mint Kovács!
Szabó! 60 körfutás! Regina, te pedig mire hazaérek, szépen lehozod a tableted, és egy darabig nincs internet! Nem ismerem őket, apa, csak látásból. Említette ezt a Ricardot, Péter. Mennyire befolyásolta az ön mindennapjét? Meséljen egy kicsit róla. Ricardo egy kibaszottú, fantasztikus ember, egy remek üzleti érzékkel megáldott fasz a gyerek. Mire kíváncsi még? Annyian emlegették ezt a nem lopott szöveget, ez valamit szimbolizál esetleg? Persze, a megbízhatóságát. Tudna mondani egy példát? Nem lopott, alig használt új PlayStation 2 gétőt fut rajt, 3 gigarab 4 tevrás Winchester, 128 gigás Nokia videókártya, 3 wattos tápkábel, 18 gigarab, én magam játszottam rajt, 450 000, kösz, hello, Budaörs, telszám, 0670, blablabla. Postai után is küldöm, ha én viszem, vagy ha te jössz. Tehát 3 gigaram, aztán hirtelen 18 lesz. Elírtam, csak nem volt kedve megváltoztatni. Most akkor melyik? Megveszed a Spectot, kutyaképű. Anyád. Mit anyád, te mit anyád, nehogy szálljon egy incselek egy vázával, té, party holló. PlayStation 2-n fut a GTA 5, na azt megnézem. 450 000-ért megnézheted. Hogy sem érdekel, mert tudom, hogy átbaszás. Éj, átbaszás a kurva anyád, te holló alkatú Voldemort képű Margit Híd. Az a beszólás, hogy Margit Híd! Óvatosan forgass ki a szavai, Margit Híd arcú. Ő mit röhögöl, te nem érte, mit röhögsz, te Margit templomhajú. Kérlek, folytasd! Éj, folytatlak, én mindjárt egy pofonna bátyám meglát nézésével megölte Kerti Rákóczi hit, hey. Kérek elnézést, barátom. Megúsztad, de még egy ilyen bátyám oda megy és neked vágja Margitot, te. Neked valami bajod van Margittal, hogy úgy emlegeted? Te nem vagyod kétségbe az én beszólásai, mi vagy te, pilógus vagy mi, te Margit képi hollókutya. Nos, mint kiderült, Péter nem teljesen normális. Lassan be kéne fejezni, vannak itt még akik... Fog be a pofád? Még nem fejeztem be, Péter. De vannak itt még leszarom. Fog be a pofád, bazd kicsit meg! Kicsit várniuk kell még, hölgyeim, uraim, mert faszkalap ma a doktornő. Betegei nem sértődnek meg, hogy így leszarja ők. Leszarom, ki sértődik meg, most meséljen Magdiról. De garomba lett, bassza meg. Kedves híveim, mostantól ezen a Facebook profilon értek el. Itt nem találhat meg Radics Peti meg az ostoba bandája. Továbbra is változatlan áron 16 000 forintért jósolok nektek, szeretett híveim. Ámen. Eddig 11 000 forint volt, nem Magdi? Az univerzum döntött így, én nem szólok bele. Ez akkor nem mondja, hogy változatlan áron, ettől függetlenül maga a legjobb ember, akit valaha megismerhet. Hey, Magdi, elutaltam a pénzt, légy szíves, valamit jósol már nekem, Magdi. Hogy van ez, Magdi, hogy még mindig nem találtam meg a távirányítót, a Magdi? Kérem, legyen kedves, távozzon a Facebook profilomról. Nem akarok itt galibát, tisztességesen én nyugalomban szeretném élni az életemet. Jó van, hát Magdi, ne hülyeskedj, Magdi, nem zavarok, Magdi, nem hívom ide Radics Petit, Magdi. Hát valahogy mégis magára találtunk, kedves Magdolna. Takarodjanak a posztom alól! Hitetlen emberek, az univerzum nem tolerálja az ilyen fajta viselkedés! Jó, hát Magdi, rejdegeskedj, Magdi, 0-25-es frontit dobd már be, Magdi, hát hogy van ez, Magdi? Szólok az univerzumnak, hogy megint itt garáztálkodnak! Én még mindig feljelentetem magát, Magdi. Péter, kérem, ne fenyegetőzzön, maga is tudja, hogy nem ez a legjobb megoldás. A bíróság egy elhamarkodott döntés lenne részéről. Nem jelentem fel, jókat rögjük magán a nézőimmel. Nem erészeljen beletenni a videójába, maga ostoba rockeremben! Hát akkor úgy néz ki, mennem kell a bíróságra. Péter, gondolj át ezt, kérem, szükségtelen lépés lenne, az univerzum kedveli magát. Hát de Magdi, hát mi van veled, Magdi, ne hülyeskedj, a butka még megátkozott minket, Magdi, most meg kedve minket az univerzum, hát hogy van az univerzum? Ostoba roma ember, távozzon innen maga, utolsó szemtelen alja ember! Hát de Magdi, én is betolkám benne a bíróságra, Magdi, a fejjelentést nem játék, Magdi, nem tudta, hogy vegy ezzel, Magdi. Nézzék, ingyen jósolok maguknak, csak kérem, hagyjanak békén engem. Megígérem önöknek, hogy mostantól nem kérek pénzt a segítségemért senkitől. Hát akkor dobjon ide egy jóslást. Azt látom, hogy sikeresen beindítja a vállalkozását, Péter. Remekül fog élni a családjával, a születendő fia pedig remek ember lesz. Kislányom lesz, de köszi. Bocsásson meg, az univerzum bizonyára megtréfált. Ó, igen, tudom. Mit javasol, doktor úr, mit tegyek az életemmel? Szedjek valami gyógyszert? Nem. Fölírok magának egy kötelet. Egy kötelet? Miért? Mi a probléma, doktor? Én a maga helyébe kinyírnám magam. Jó, én azt hittem, hogy lesz valami megoldás. Bármi, gyógyszer, vagy ilyesmi. Nem, Péter, én ezt így hallgatom, és így én akarom felakasztani magam. Mit érezhet maga? Hát figyeljen, igen, ez elég szar, de én azért jöttem ide, hogy segítsen. Vagy abba hagyja. Vagy megdöglik ez a két opcióval. Ezt szopasson már, doktor úr. Abba hagyom. Ezek kinyírnak. Én azt tudom, bazd meg, hogy fölmondok, felírok magam nekik szanakszot. Ó, bazd, mit csináltatok velem? Valamit mondjam már, doki baszki. Kerülje az idiótákat, Péter. Ezt tudom csak mondani.
Én meg most hazamegyek, kiverem, aztán megölöm magam. De bassza meg, mit tegyek, hogy elviseljem az idiótákat? Az egyetlen megoldás, Péter, hogy elkerülj őket. Csak 5 percig ne találkozzon velük, kérem! Ki fogom bírni, doktor úr? Megígérem magának. Ha 5 percet kibírok, akkor többet is. Hiszem, hogy sikerülni fog, Péter. Köszönöm, doktor úr. Akkor megyek is. Viszlát és köszönöm. Én köszönöm, Péter. Ne arra! Az a moziterem, ott még több idióta van!